Mindenki egyetért azzal, hogy a búza 16 dináros felvásárlási ára még a termelési költségeket sem fedezi. A bánáti gazdák elégedetlenségük jeléül szerveztek tüntetést a belgrádi kormányépület elé. Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője szerint már korábban országos összefogásra lett volna szükség. Gazdáknak egy komoly összefogásra lett volna szüksége, nem most az aratás után egy hónappal, hanem talán még előtte. Sajnos nem volt egy olyan összhang, ami egy olyan erőt tudott volna képviselni, aminek mondjuk lehet, hogy lett volna valamilyen ráhatása ezekre a dolgokra, és főleg arra, hogy az árutartalékok mennyi mennyiséget vásároljon fel. A tüntető bánáti gazdák szerint a szerb mezőgazdaság nagy bajban van, a kormány pedig nem törődik ezzel az ágazattal. Elmondták, hogy nem adnak határidőket és ultimátumot a kormánynak, hanem tárgyalni szeretnének. Fremond Árpád szerint erre most nem sok esély van. Most, amikor a kormány átalakítás folyamata van, és amikor tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági miniszter azt távozni fog, hiszen a pártja az elfogadta az ő lemondását, akkor azt hiszem, hogy nem igazán lehet erre most hatással ez a megmozdulás. A szakértők szerint az árak idővel változni fognak a kereslet függvényében. Mivel több környező országot is árvíz sújtott, azok a gazdák, akik tárolni tudják a gabonát, magasabb áron értékesíthetik azt.